Az idei szőlőtermés mennyiségére vonatkozóan vegyes a kép az egri borvidéken. Egyes területeken jelentős volt a jégkár, valamint a sok csapadék a peronoszpóra elterjedését is elősegítette. Éppen ezért becslések szerint a tavalyihoz képest közel 15%-kal kevesebb szőlőt tudnak majd leszüretelni a gazdák. Mindez a belföldi és külföldi értékesítésben is nehézségeket okozhat. Borvidéken künkön is minden bizonnyal nem lesz könnyű az értékesítés, főleg azoknak, akik nem rendelkeznek szerződéssel. Ezt már évek óta mindig mondjuk, hogy a termelőket arra kérjük, illetve a felvásárlókat is, hogy már évelején megkötött szerződésekkel biztosítsák az évi termés mennyiségüket, az értékesítését, illetve a felvásárlását is. Akiknek nincs szerződésük, ott lehetnek értékesítési gondok a borvidéken. Az országos helyzet ettől egy picit rosszabb azért. Hozzátette, amennyiben a csapadékos nyarat napsütéses ősz követné, nagyon jó minőségű termést tudnának betakarítani a gazdák.